Az FC Ajka együttesét fogadta a Szent Lőrinc labdarúgó csapata vasárnap a Merkantil Bank Liga 17. fordulójában. A találkozó 12. percében Szabó Máté próbálkozott távolról, a labda megpattant egy védőn, így megtréfált a horvátot és szöglet következett. A 16. percben aztán megszerezte a vezetést a Szent Lőrinc, Filipovics érkezett nagyszerűen egy kiugratásra és higgadtan lőtt a kapus mellett a hálóba. Két perccel később török tüzelt ballal nem sokkal a vendégkapu mellé. Majd Szabó Máté labdája megpattant, így elkerülte a kaput, szöglettel jöhetett a Szent Lőrinc. A 25. percben ismét Filipovics előtt adódott nagy helyzet, 10 méterről leadott lövése után a labda a kapu közepébe tartott, Horváth azonban szögletre ütötte azt. Majd egy baloldali beadás után Gál fejelt gyengén a hazai kapu felé, Prokopnak nem okozott gondot a próbálkozás. A másik oldalon a 35. percben László Dávid ballal a jobb felső célozta meg, nem sokat tévesztett. Aztán török kapásból, félfordulatból próbált a vendégkapuba találni, de a labda fölé szállt. A 39. percben egyenlítettek a vendégek. Zsolnai dekázgatott a Szent Lőrinci 16-oson belül, majd az egyedülálló Csemerhez passzolt, aki balról kilőtte a hosszú alsó sarkot. Kicsivel később szabadrúgásból Szabó Máté méterekkel lőtt a kapu mellé. Az 52. percben aztán Filipovicsot húzták vissza a 16-oson belül, egyértelmű volt a büntető. A 11-est Szabó Máté végezte el, aki higgadtan a kapu közepébe vágta a labdát. Rögtön válaszoltak a vendégek. Kovács Nikolász 5 méterről a bal alsó sarokba lőtte a labdát. Aztán Kovács Nikolász ívelt be jobbról, Zsolnai teljesen egyedül fejelhetett, de épp középre tartott a labda, így Prokop védett. Ezután török lövése után a jobb alsóba tartott a labda, Horváth azonban kipiszkálta. Az 59. percben Doncsec beadásánál Havas kézzel ért a labdába a 16-oson belül. A játékvezető büntetőt ítélt, amit Gál váltott gólra. Ezzel először vezetett a találkozón az ajkai együttes. A 63. percben Nagy Zsombor emelt középre, az érkező Havas nagy helyzetben Jócskán a kapu fölé lőtte a labdát. Majd a 69. percben emberhátrányba került Jeremiás Gergő együttese. Keresztes Bence ment bele teljesen feleslegesen egy kakaskodásba a pálya közepén, ezért sárga lapot kapott, és mivel ez volt neki a második, piros lappal kiállította őt a játékvezető. Aztán a 70. percben Daróczi szabadrúgása után a kapu baloldalába tartott a labda, Horváth azonban védett. Az ellentámadásból Berzsenyi került helyzetbe, aki jobbról éleszögből ellőtte a labdát a kapu előtt. Majd a 74. percben Vidnyánszki beadása után Daróczi lőtt, a vendégkapus kiejtette a labdát, amit Mervó bombázott közelről a kapu fölé. A hosszabbításban egy kipattanó labda Prokop elé került, aki 13 méterről keményen meglőtte azt, Horváth azonban a gólvonalon megfogta. Aztán Rétyi gurított balról középre, Mervó kapura fordult a labdával, 5 méterről lőtt, ám nem volt elég erős a próbálkozás, így Horváth ezt is megcsípte a gólvonalon. Parázsmérkőzést játszott egymással a Szent Lőrinc és az Ajka vasárnap. A házigazdák kétszer is vezetni tudtak, mégsem szereztek pontot. Jeremiás Gergő együttese a válogatott szünet után baranyai rangadót játszik Pécsett. A PMFC Szent Lőrinc összecsapás november 27-én 15 órakor kezdődik a PMFC stadionban.